1992 óta működik Magyarországon egy olyan magánalapítvány, amelynek az a célja, hogy megszervezze az üzleti, gazdasági ismeretek oktatását. A Junior Achievement Magyarország Pécsi regionális irodája 1998 áprilisa óta működik a Baranya megyei vállalkozói központ támogatásával. Az alapítvány munkájáról, az oktatási programról kérdezgetem stúdió vendégemet, Rab Szabolcsot, regionális menedzsert, a Junior Achievement Magyarország alapítvány munkatársát üdvözlöm Önt nálunk. A névből is tisztán látszik, hogy nem magyar alapítványról van szó. Milyen kapcsolatban vannak az eredeti, mondhatni így talán anya alapítványjal? Így van, ez egy amerikai alapítvány. Század elején jött létre, viszont most 98-ban, 99-ben már 108 országban működik. Franchise rendszerben, az azt jelenti, hogy mi 92-ben hozták létre Magyarországon az alapítványt, és az amerikai programot vettük át, de a magyar viszonyoknak megfelelően ez teljesen át van írva. Tehát a tankönyvek, a pedagógusok felkészítése minden a magyar viszonyokhoz adaptált. Hány iskola vesz részt ebben a programban, illetve közvetlenül regionálisan Pécset hány? Az országban legfrissebb adat szerint közel 200 iskola. A régióban, ami Dél-Dunántúlt jelenti, 24 iskola vesz részt a programban. Amikor előzetesen beszélgettünk, nekem az ütötte meg a fülemet, hogy óvodások is részt vehetnek ebben a programban, hogyha van hozzá kedv. Ez nem tudom, milyen túl korai, hogy óvodában oktatni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem elég, nincsen elég korán elkezdeni a gazdasági ismeretekkel való ismerkedést. Három darab óvodában működik egyelőre a program az országban. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek az iskolapadban ülve tanulják a programot, hanem egy játékos kifestő füzet, játékos mesés történetén keresztül ismerkednek meg alapvető közgazdasági fogalmakkal. Milyen szakos tanárok oktatják ezeket a gyerekeket, illetve diákokat, hát ugye a felsőoktatásban is, illetve középiskolákban is vannak ilyen szemináriumok vagy kurzusok, tehát őket hogyan képezték ki speciálisan erre a feladatra? Mi nem kötjük, hogy milyen szakos legyen a pedagógus, aki oktatja a tananyagot, de általában történelem, földrajz vagy nyelvszakos pedagógusok szokták ezt vállalni, és mi minden tanárnak tartunk egy háromnapos felkészítőt nyár végén, ahol a programot bemutatjuk, illetve az összes tankönyv és az összes tananyaggal kapcsolatos problémát megbeszéljük a tanárokkal, és a tanárok munkáját segítik a különböző színes tankönyveink, a különböző számítógépes szimulációs játékaink, illetve a gazdasági tanácsadó, ami a programnak a szerves része. Beszéljünk akkor erről a tankönyvről, itt tartom a kezemben, tényleg nagyon szép színes, remélem, hogy meg is tudjuk mutatni, milyen ez a könyv. Ez a középiskolai tankönyv, alkalmazott közgazdaságtan. Ez a könyv, ez most a legújabb tankönyvünk, ez a 98-as változatnak a felfrissített példánya. Érdekes az, hogy ez megint csak az amerikai tankönyvnek az átvétele, de abszolút át van írva a magyar viszonyoknak megfelelően, tehát 98-as magyar gazdaságra vonatkozó adatokat találunk benne, magyar vállalatokat, illetve magyar cégeknek a bemutatását találjuk a tankönyvben. Az szerintem nagyon fontos egy ilyen anyagnál, hogy biztosan vannak különbségek a korábban oktatott közgazdaságtudományi ismeretekkel kapcsolatban. Mennyire van szükség egyáltalán ilyen alapokra, hogyha valaki önöknél szeretne tanulni? Egyáltalán nincsen szükség. A tananyagunk egymásra épülnek, tehát hogyha valaki ezt elkezdi óvodában, akkor középiskola negyedik évfolyamra fut ki teljesen a dolog, de ezt a programot bárhol el lehet kezdeni, tehát bárhol be lehet kapcsolódni. És mi úgy érezzük, hogy a régi hagyományos közgazdaságtannal szemben mi egy sokkal frissebb, színesebb közgazdaságot tanítunk a gyerekeknek, ahol a gyerekek azon kívül, hogy kapnak egy elméleti oktatást, illetve egy elméleti tudást, a gyakorlatban is kipróbálhatják önmagukat, például a diákvállalkozás segítségével, a különböző rendezvényeiken szerepelhetnek, a számítógépes szimulációs világbajnokságon részt vehetnek. Tehát nagyon sok lehetőségük van arra, hogy az elméleti tudást azt gyakorlatban bizonyítsák. Jövőre vonatkozó tervek itt Pécsett? A régióban, illetve a jövőben szeptember 1-ére tervezünk egy állásbőrzét, illetve december 4-ére valamelyik pécsi bevásárlóközpontban szervezzük a diákvállalkozások regionális bemutatóját. Én sikeres munkát kívánok Önnek. Köszönjük szépen. És köszönöm a beszélgetést. Köszönöm viszontlátásra.